Egymás után léptek előre a magházban összegyűlt gyerekek, hogy saját produkcióikkal kápráztassák el a Mikulást és az őt kísérő krampuszokat. Voltak, akik verssel, mások zenével, énekkel, vagy éppen tánccal készültek a nagyszakállú érkezésére. Tánccal készültem, amit már itt eltáncoltam. Ez egy fél órás munka, hát ebből nem tudok valami sokat elmondani, csak az, hogy nehéz. Tavalyi évben már próbálkoztunk azzal, hogy nem vendégművészeket hívunk meg a Mikulás ünnepségünkre, hanem hogy a saját gyerekeink között is megkeressük azokat, akik vállalják azt, hogy dallal, tánccal, furujával, tehát különböző hangszeres előadásokkal föllépnek, és nagyon nagy sikere volt, és ezen fölbuzdulva a tavalyi sikeren az idén is megszólítottuk a gyerekeket, tehát illetve a szülőket, hogy szeretnénk szintén a tavalyhoz hasonló műsort készíteni, és így jött össze. Ugye mindig idősödnek a kicsik is, egyre bátrabbak, a másik az, hogy szeretnénk lehetőséget biztosítani, mert ugye mi nem profik vagyunk még, de szeretnénk a gyerekeknek fellépési lehetőséget biztosítani. Közönség az volt, mert teltház volt itt a magházban, és én azt hiszem, hogy jól sikerült, sikerélményük volt nekik is, nekünk is, mert örülhetünk a műsoruknak. Fazekas Bence, Barnabás és Zsombi. Szia! Hogy meg? 83 csomagot készítettünk, 83 csomagot osztott ki a nagyszakállú. Hát a nagyobbak már nem igényelnek nagyon, ő nekik már úgymond sziki kijönni a Mikuláshoz, de hála Isten, tehát annyi gyerekünk volt, hogy majdnem 100 csomaggal készültünk a mai estére. A Mikulás természetes rekkora a legtöbb gyerkőchöz már otthon is megérkezett. Hát úgy szokott lenni, hogy kirakjuk ezt a csizmát, és inkább fürdünk, az emeletről lemegyünk, hogy áttesz a lukon. És akkor tálba szokott lenni, mogyorom, gyümölcsök, meg rengeteg csoki. A gyerekek természetesen alaposan kisuvickolták a csizmáikat és a bakancsaikat, amiben a szüleik is segítettek nekik. Úgy kezdjük, hogy kipucoljuk a csizmát közösen a gyermekünkkel. Eldugjuk este a Mikulás csomagot, amikor a lánykánk már alszik, és reggel mire fel kell, addig ott a Mikulás csomag. A Mikulásnak nagyon tetszettek a gyerekek előadásai. Sok hasonlót látott már, de most volt, amikor a meghatottságtól szinte szó szerint a könnyeivel küzdött. Mindig nagyon szívesen jövök ide, mert online gyerekek szerintem különlegesek. Nem jobbak, mint a többi gyerek, de nagyon várnak ők minden évben engem, és különösen itt a nagy családos gyerekekre az nagyon igaz, hogy önnekikre nem csak az ajándék számít, hogy mit kapnak, milyen értékbe kapnak, hanem ez a közösséghez tartozás is nagyon fontos számukra, és ez nagyon meglátszik. Hát szerintem ezek is műsoron is nagyon látszott, hogy ők saját maguknak szervezték, és hogy nagyon aranyos, nagyon kellemes kis műsort állítottak. Nagyon, nagyon meg vagyok hatódva. Remélem, látszik, hogy még mindig csillog a szemem, úgyhogy nagyon szép volt, nagyon jó volt. A tolnai nagycsaládosoknál hiába közeleg az évvége, a munka most sem áll meg. Már gőzerővel készülnek a következő közös programjukra. Készülünk a jövő évre, illetve még várunk Pécsről adományt, és ha valóban úgy megérkezik, ahogy ígérték, akkor még azt szeretnénk eljuttatni a családokhoz, illetve a gyerekekhez. Ha nem jön össze a dolog, akkor január 9-én találkozunk újra, és akkor ünnepeljük a 23. születésnapunkat, akkor fogjuk kiosztani ezeket a csomagokat, ha nem jön meg az idén, illetve összeállítjuk a jövő évi programtervünket, és kezdődhet újra a munka.